Magyarország kormánya 2020. szeptemberétől biztosítja 1-től 12. osztályig valamennyi tanuló számára az ingyenes tankönyvellátást, amely jelentős terhet vesz le a magyar családok válláról. Ezúttal is a könyvtár ellátó non-profit Kft. Gondoskodik a kiadványok szállításáról, amelyek az első intézményekbe már augusztus 1-én megérkeztek, mondta el Tőcik Zsolt, a Kelló könyvtár ellátó non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója. Először is kell, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségű tankönyvünk. A tankönyvek gyártása az gyakorlatilag, és ezeknek beszállítása a Kelló raktárába július 25-ig már megtörtént. Ez egy alapfeltétel. Ezt követően július utolsó hetétől elkezdtük már összeállítani a tankönyveket iskolai szintre, illetve csomagoltuk, összeállítottuk, szállításra előkészítettük a szállítmányokat, melyeket utána augusztus 1-től kezdtünk el szállítani az iskolákba, tehát az első iskolák megkapták már augusztus 1-én a tankönyveket. Ez a munka egészen a hónap végéig eltart, tehát iskola kezdésig az összes iskola meg fogja kapni a tankönyvet. Tőcik Zsolt hangsúlyozta, hogy a hónap folyamán a tanév kezdésig közel 12 millió példány kerül kézbesítésre országosan, mintegy 1,2 millió diák számára 4100 oktatási intézménybe, köztük a Rákos mentén található általános és középiskolákba is. Rákos mentén 14 iskolába szállítunk, egész pontosan 90.945 darab tankönyvet, 7877 diákot érint a térítésmentes tankönyvellátás a kerületben. Az ügyvezető igazgató végezetül kitért rá, hogy a tanintézetek augusztus 21-e és szeptember 15-e között jelezhetik az illetékes szervezet felé a pótrendelési igényeket egy erre a célra létrehozott online felületen, a kiszállítások pedig ezekben az esetekben szeptember végén kezdődnek meg.